Üdvözlet mindenkinek az eheti meccéspontban. A mai adásban lesz szó önkormányzati cenzúráról, önkormányzati bérlakásokról, angol nyelvtudásról és elveszett közbizalomról. Ezt az elveszett közbizalmat próbáljuk helyreállítani Molnár Zoltánnal, a Demokratikus Koalíciótól, Borsik Viktorral, a Momentumtól, sziasztok. Kis Szabolcssal, a Prokontól, sziasztok. És a Tápai Péterrel, a Fidesztől. Üdvözlés, szervusztok! Beszélgessünk az első témaként egy szegedi ügyről, hiszen a szegedi önkormányzati cégek gyakorlatilag cenzúrát vezettek be. Bármilyen megkeresésre csak úgy reagálhatnak ezek az önkormányzati cégek, hogyha azt egy Botka László által előre kijelölt személy engedélyezteti. A jövőben, hogyha ilyen irányú megkeresés érkezik a sajtó részéről, akkor azt előbb Dombay Tündének vagy Kalmár Gábornak kell továbbítani, és valamelyikük majd elolvassa és jóvá hagyja ezt. Egyébként a Szeged.hu és a Szegedi Városi TV ezzel a korlátozás alól felmentést kapott. Péter, mi a szegedi Fidesznek a véleménye erről a fajta cenzúráról? Jobban örültem volna, hogy először a bennfentes képviselőtársam kezdi a fölvezetést, de véleményem szerint kedvezek egyébként a Molnár képviselőtársamnak. Alapvetően két része osztanám én ezt. Egyrészt ugye folyamatosan kapta a jelenlegi kormányzat azt a kritikát, hogy nagyon nagy hangsúlyt fektet a kommunikációra. Én azt gondolom, hogy az önkormányzat részben ezt követheti. Rájött arra, hogy nyilván egy nagy közös egészben kommunikálni talán úgy célszerű, hogyha egyébként az önkormányzat számára fontos ügyeket úgy tálal, ami az önkormányzat számára is elfogadható, hiszen önkormányzati cégekről van szó. Másrészt pedig az a véleményem, hogy szembe megy azzal a általuk képviselt eszmével, amik ők mindig azt mondják, hogy mindenkinek szabad a véleménye, szabad a sajtó. Tehát sokszor láttuk, hogy tüntetnek, felszólalnak érte. Úgyhogy ezt a kettőséget én azért meghagynám, hogy megmagyarázza majd a képviselőtársam, de összességében röviden fővezetésképpen én ezt gondolom, hogy egy kicsit kettőséget érzek. Részben meg is értem, azonban a eddigi nagyon hangos ellenállás pedig egy kicsit most így azt gondolom, hogy értetlen. Zoltán, te hogy látod ezt a... Én nem így látom, én nem tudok ilyenről. Egyébként nincs is joga senkire korlátozni az információt. Kizárólag az ügyvezetőnek van joga nyilatkozni. A város a tulajdonos, a közgyűlés gyakorolja a tulajdonosi jogokat. Két joga van, vagy visszahívja az ügyvezetőt, vagy felszámolja a céget. Tehát nincs jogában senkinek korlátozni. Én nem tudok ilyen levelekről. Szerintem nincs. Értelmetlen volna hát akkor ez az nem hiszem, például a bizottságokban is a fideszes képviselőtársaim bármilyen információt megkapnak a cégektől. Én ilyen panaszt még nem hallottam. Egyébként nem tudok erről, ilyen lenne. És nincs is joga senkinek. És hogyha mondjuk ez a hír mondjuk kiterül, hogy mégis igaz, akkor ezzel nem érdemes felszólalni? Nem gondolnám, hogy ez igaz lenne. Uh-huh. Viktor? Hát, itt ez most egy érdekes szituáció, mert én meg tényként kezeltem, és én annak ellenére nem látok ebben kivetni valót. Na hát akkor itt akkor kicsit itt ez problémás, majd akkor talán korrigációra szorul utólag. De én egyébként nem látom ezt a kettősséget, ezt azért fontos külön választani. Én örülök egyébként, hogy a fideszes képviselő úr állításának egyik részében kvázi egyetértett ennek a létjogosultságával, és kis magyarázatul szolgált. A kritika inkább felénk, mint ellenzéki oldal felé irányult, hogyha jól értettem, hogy a sajtószabadság, mint elv, mint eszme képviselőitől, ez mennyire fogadható el. Hát ezt külön kell választani. Tehát a sajtószabadságnak az általunk megfogalmazott kritikái, azok ettől függetlenek, azok egy másik pályán mozognak. Ez egy operatív kérdés. Ez egy várospolitikai, városmarketing szempontból fontos kérdés, hogy a város egységesen tudjon kommunikálni, professzionálisabban tudjon kommunikálni, a városvezetés is mindig tudjon arról, hogy éppen az önkormányzati cégeknél mi zajlik, mik az aktualitások, mik a felmerülő problémák, kérdésfelvetések, és ez csak egy ilyen közbeiktatott kontroll. Nem cenzúráról beszélünk, meg senkit nem hallgattatunk el. Pusztán hatékonyabbá, versenyképesebbé tesszük az önkormányzat kommunikációját. Ne forduljon elő az esetleg, hogy az egyik átmond, a másik bét, összekavarodnak a szálak, hanem ez legyen hatékonyabb, letisztultabb.
A sajtószabadságnak egyébként az általunk megfogalmazott kritikája az meg a közpolitikát érinti, tehát az, hogy van-e mondjuk független Index, vagy független Origó, vannak-e kormánykritikus TV adók mondjuk, tehát abból mondjuk olyan... És van-e független Index? Hát az most egyébként egyáltalán nincs. De ugye erről beszélünk, és amikor cenzúráról beszélünk, vagy a sajtószabadság csorbulásáról, akkor azok a kritikák úgy gondolom, hogy tényszerűen jogosak. Ez a mostani ügy, ez nem erről szól, és szerintem olyan hosszasan nem is érdemes akkor így vitázni róla, hogyha ott sem fogalmazódik. De a cikkben benne volt az, hogy visszatartják az információt. Én arra reagáltam, ilyen nincs, ilyenről nem tudok, hogy visszatartják, mert ez benne volt a cikkben, elolvastam. Így van? Két dolog van, ami fontos. Egyrészt igen, itt az önkormányzatot nyilván mindjárt meg is védte a kollega úr, de hát azért akkor azt kell mondanom, hogy ezt tovább is hangsúlyozni kell. Akkor nem csak a önkormányzatra igaz, hogy egységesíteni, meg kontrollál, nem tudom pontosan milyen szót is használt, de hát akkor az igaz egyébként a kormányzati információ is, hogy össze-vissza ne beszéljenek. Tehát nyilván ott is akkor ezek szerint megengedett egy kontroll. A sajtószabadságról, függetlenségről nekem van egy saját élményem. Én azt gondolom, amióta a reklám megjelent a hírekben és a tévében, nem beszéltünk független sajtóról. A saját élményem az pedig a következő, ez bizonyíték annak, amit most mondtam. Egy konkrét szituációban vihar közeledett kikötőről beszélünk, nem engedtek be, amit szerettem volna egy magyar szaklóba megíratni. És a kérdések végén jöttem rá, hogy itt valami nem stimmel. Háromszor, négyszer visszakérdezett a főszerkesztő, de biztos ott volt? De biztos vihar volt? De mi is ott voltunk? Meg tényleg nem engedtek be? És aztán fellapoztam ezt az újságot. És az a kikötő, amire panasz lett volna, az gyakorlatilag az egyik legnagyobb hirdető volt ebben az újságban. Nyilván nem fogják lehozni. Tehát a sajtószabadságról, függetlenségről szerintem így zárójelben ennyit. Értem, elfogadom egyébként, hogy egy önkormányzati cégcsoport, amit nyilván az önkormányzat tart fent az adófizetők pénzében, nagyon sok önkormányzat támogatás is megy ezekhez a cégekhez, akkor mondjuk egy önálló igazgató esetleg ne találjon ki különböző sztorikat, de ebben szemben áll a korábbi politikai üzenet, hogy a sajtószabadság az mindenek felett. Én ezt annyiban nem fogadnám el, hogy a kormánynak kizárólag bírósági perekkel lehet információkat ki. Csikarni ki erőszakon. Szabolcs, hogy lehet ezt akár az önkormányzat cenzúrát, akár a kormányzat összehangolt kommunikációs képezetét? Ez nem ismeretlen a politika tudományban, ezt úgy nevezik, hogy ez egyablakos módszer. Ugye most ilyen pillanatban ez történik Szegeden is. És ezt mindenki maga döntse el, hogy ez jó vagy egy rossz módszer, de ez tény, hogy erről van szó. Inkább azzal a részen nem értenék egyet, hogy itt a képviselő elmondta, hogy ezek a cégek Szegedért, szegedi tulajdonban vannak, és úgy gondolom, hogy ami szegedi, az a szegedieké is. És ezek a cégek javarészt olyan munkálatokat folytatnak, illetve olyan dolgokkal foglalkoznak, amelyek jelentősen az egy közérdekű információval járnak. Ugye mivel Szeged városáért dolgoznak, ezért én úgy gondolom, hogy értem azt, amit Viktor is mondott, hogy be kell helyezni egy gátat, egy úgynevezett gátat, hogy azért információ szivárogtatás azért ne történjen, főleg olyan, amely nem valós. De azért, hogyha ez valójában így fog megtörténni, ahogy a cikkben is olvashattuk, akkor úgy gondolom, ez kicsit erős lesz. És sok olyan közérdekű információ, hogy adat lesz elhallgatva a szegediek elől, amely nem feltétlenül helyes. Illetve még visszatérve, amit a Viktor mondott a Indexről, Origóról, hasonlóról, megmondom őszintén, mikor kijött ez a cikk, én nagyon figyeltem itt Szegeden, hogy megjelenik Fekete Győr András, mondja, az Origóba betört. Én vártam, hogy itt is majd az önkormányzatba bekopogtat, hogy a fiúk ezt nem szabad így csinálni, de nem volt szerencsém, és nem láttam pártelnök urat. Valóban. Nem fog szerintem a Gályaidnak valós alapja képződni, mert egyébként ebben mi is egyetértettünk, hogy nem erről lesz szó, hogy itt információ stop lesz, és a kérdésekre nem kapnak majd választ az érdeklődők, hanem a kommunikáció lesz egységesítve és professzionálisan. És ha már itt tartunk önön az információs stopnál, vagy az információ visszatartásnál, de hogy látjátok a kormányzat ez irányú működését? Gyakran látjuk, hogy a közérdekű adatigénylésekkel általában szoktak játszadozni a
kormányzati szereplők. Hát igen. Nagyon finom szó, hogy játszadozni, szerintem visszatartanak mindent, és amit bírósági úton ki tudunk csikarni, azokat kénytelenek kiadni, de azokat is visszatartják az évekig. Sőt, nagyon sok esetben több 100 000 forintot elkérnek egy-egy adatigénylésért, ami hát megint egy abszurd dolog. A legutóbbi, talán 2-3 nappal ezelőtt jelent meg egy cikk, hogy milyen adatokat nem ad ki a Városháza, ugye? Azt mondta, hogy 5 millió forint alatti szerződésekről nem hajlandó információt adni. Egyébként ugyanezt tapasztaltuk a IKV ZRT-nél, ugye városi tulajdonú cég, ahol szintén ugyanezt a választ kaptuk, hogy az nem nyilvános, nem kötelességük kiadni, ezért azt kizárólag pénzért adják ki. Hogy miért, azt mindenkinek a saját gondolataira bízom. Viszont azt gondolom, hogy a sajtószabadság, függetlenség témakörében nem lehet elmenni amellett, hogy van egy önkormányzat által finanszírozott hírportál, a szeged.hu. Ugye én, mint a szegedi Fidesz szóvője, számtalanszor meghívást küldök a szeged.hu hírportálnak, vagy éppen a Szeged TV-nek. Az elmúlt 2,5 évben 2-szer jelentek meg a meghívással, a meghívott kollégák. Ezt nem tudom, hogy mire vélni, ezért aztán nyilván nekik, miután nincsenek ott, nem is kötelezésük írni. Számtalanszor küldtük meg nekik az összefoglalót, nem is hozzák le. Tehát mégiscsak ők azért úgy szerkesztik ezt a közérdekű és közpénzből fenntartott médiát, ahogy ők gondolják. Tehát a sajtószabadság már itt sem érvényesül. Tehát ettől nincs nagyon messze az az ugrás, amit egyébként bár képviselőtársam, ha nem is tagad, de legalábbis azt mondja, hogy nem tud róla, nekem tudomásom van róla, hogy egy ilyenfajta cenzúra azért egy erősen elvárta. De be tudnál ezt mutatni nekünk, hogy... Tessék? Hát ezt látjuk. Be tudod mutatni ezt? Bizonyítékod van rá? Lesz. Én azt gondolom, hogy lesz. De hát nyilván ezt mindenki, hogyha ez négy szem közti, vagy céges megbeszélésen történt, ami nem olyan régen zajlott a Városházán, akkor azért ott ezek nyilván szóba kerülhettek. Én úgy gondolom, hogy a következő időszakban a médiában megjelenő hírek azonossága, hasonlósága, az majd azért el fogja mutatni az embereknek, hogy ez mennyire igaz, vagy mennyire nem. Hát egyelőre akkor ez feltételezés. Meglátjuk, mi fog ezzel kapcsolatban még történni. Most beszéljünk az önkormányzati bérlakások kérdéséről. Nagyjából több mint 100 000 önkormányzati vagy részben állami tulajdonú bérlakás működik Magyarországon, és egy Böröcz László által benyújtott törvényjavaslat megengedni, hogy a bérlők a valós ár töredékért megvásárolhassák ezeket az ingatlanokat. Nincs benne olyan határ, hogy mennyi ideig kell bérelni ezeket az ingatlanokat. Nagyjából olyan 15-30%-os áron lehet majd megvásárolni ezeket a bérlakásokat, amik Magyarországon nagyon sok esetben akár szociális alapon is működnek, illetve a fiatalok is élnek ezzel a lehetőséggel. Nagyon sokan megszólaltak ebben az ügyben, sokan kritizálták. Zoltán, te hogy látod, ki az, aki ezzel jól jár, ki az, aki ezzel nem? Két nagy problémám van ezzel a dologgal. Vagy két dologról szól szerintünk. Ez a dolog szerintem egy. A fideszes nerdovokat a várba lakáshoz juttatni, tehát a Rákai fölé Bájer, úgy gondolom. A másik pedig a vidéki városokban, ahol nagyon rosszul áll a Fidesz, szavazatokat vásárol ezzel. Egyébként nincs ellenünkre az értékesítés, de nem ilyen nyomott áron. Ez szerintünk egy társadalmi feszültséget szül már csak azzal, hogy mi lesz a társadalomnak azzal a rétegével, akik 40-50 milliós lakásokat most hitelből fölépítettek, és most is ajándékot adunk, és akár egy 40 milliós lakást 5 millió forintért meg tud valaki menni. Megjelenhet a lakásmafia, nincsenek benne kontrollok, hogy legalább 10 évig esetleg ne lehessen eladni. Ugye azoknak a rétegeknek, akik nagyon alul vannak, és szinte a rezsit alig tudják fizetni, azokkal mi lesz? Olyan megjelenik náluk a lakásmafia, pénzt ajánl nekik, és utána elhagyják a lakást. Ezeket nem látom. És azok hova kerülnek? Az önkormányzatnak kellene utána megint biztosítani a lakást, de nem tud, mert már nem lesz lakásállománya. Ezek a problémáim. Tehát inkább a bérlakásépítést kellene preferálni, sokkal jobban ennél. És gazdálkodjunk, mint képviselőtársamnak is a bizottsági üléseken. Ez volt, hogy gazdálkodni kellene, ugye ebben azért van köztünk egyetértés. Tehát ilyen módon, ilyen előkészületlen,
éjjel benyújtott törvényjavaslatot semmiképpen nem tudom. Tehát ez évekig előkészíteni kellett volna ezeket, tárgyalni az önkormányzatokkal, amit látjuk, hogy a fideszes önkormányzatok sem értenek vele egyet, Debrecentől kezdve Székesfehérvár, Kaposvár, Tab, gondolom még többen is. Nagyon nagy probléma van vele. Tehát ez 1000 milliárdos vagyon. Ez a közvagyon, ez mindenkié, nem azért a párti szerelem elejé. Nyilván ők jól is járhatnak, de például a Szegeden is az eladott lakások úgy tudom 70-75%-a a forgalmi értékéig keltek el a lakások, 70-75%-áig. Tehát egy 40-60% talán elfogadható lenne, és azokat az eladott lakásokból befolyt összegeket a szociális bérlakásokra tudnánk fordítani. Én nekem ez az igazán nagy bajom vele. Viktor? Teljes mértékben egyetértek itt a kollega szavaival. Talán annyiba tudom még kiterjeszteni, kiegészíteni, hogy egy kis ilyen konkrét, tényszerű útmutatót adok jogi szempontból, hogy miről is szól ez. Ez az 1993. évi 78-as törvénynek a módosításáról szól, ami a helységek, ingatlanok bérbeadására, elidegenítésére vonatkozó szabályokat részletezi. Böröc László terjesztette ezt be, a Fidelitas korábbi elnöke, és hát való igaz heves kritikákat kapott egyébként házon belül is. Arról szól ez a törvényjavaslat, hogy a piaci ár 30%-áért értékesítsék az önkormányzatok legfeljebb az ingatlanjaikat, és hogyha nem akarják, akkor az állam megteszi helyettük. Tehát, hogyha nem akarnak vételárat kiírni akkor, hogyha erre kérelem van a bérlőtől, akkor az állam ezt megteszi helyettük. Tehát nincs olyan választás az önkormányzatoknak, hogy ők meg akarják őrizni az ingatlan vagyonukat. Ez már önmagában úgy gondolom, hogy megéri már azt a kritikát, hogy ezt a javaslatot kidobjuk a kukába. És egyéb iránt, hogyha valaki egy évig bérli az adott ingatlant, akkor további 1%-kal csökken a vételár, és ez 15 évig terjedhet. Tehát aki 15 éve bérlő, az 15%-ért, a piaci ár 15%-áért tud hozzájutni az ingatlanához, és hogyha egy összegbe kívánja ezt kifizetni, akkor a kedvezményes ár 70%-át kell csak megfizetni. Konkrét számokkal ez hogy néz ki? 50 milliós budai nagyon jó ingatlan, körülbelül kerekítve 5 millió forintért kelhet el. 5 millió forintért. Egyetlen jogi aktussal valaki egy 50 milliós ingatlan vagyonhoz juthat, 5 millió forint egyszeri befizetés útján. Hát most gondoljuk végig, hogy az átlag magyar polgár mondjuk itt Csongrád megyében hány évet gülizik, vagy egyáltalán élete során össze tud egy gyűjteni ennyi pénzt, hogy valaha ennyi vagyonnal rendelkezzen? Én úgy gondolom, hogy nem. Egyszerűen ez képtelenség és vérlázító, hogy valaki egy életet végig dolgoz, ledolgozza az életét, spórol, mindent megtesz azért, hogy egyről a kettőre jusson, és valaki meg pár hónap leforgása alatt egy jogi mahinációval 50 milliós ingatlan vagyonhoz jut. Ez elfogadhatatlan. És akkor ahhoz az ingatlan vagyonhoz, ami az adóvizetők tulajdonos. Igen, tehát ezt még ne is taglaljuk. Szép számmal egyébként fideszesek felszólaltak ez ellen. Székesfehérvár polgármestere, Debrecen polgármestere, a 16. kerület fideszes polgármestere egyenesen marhaságnak nevezte a javaslatot. Úgyhogy úgy tűnik, hogy házon belül is azért ez komoly kritikákat váltott ki. Azt ne gondolja senki, hogy bárki a Fidesz berkein belül szabad idejébe, lefekvés előtt összefirkálhat törvénymódosító javaslatokat, és kedvére beterjesztheti azt, mert ez nem így működik. Van egy belső mechanizmus, csak olyan törvénymódosító javaslatot nyújthatnak be, amit egyébként széles körben a párt már elfogadott, és jóváhagyott. Az Országgyűlés Gazdasági Bizottságon... Momentum, így működik azért. Nem vagyunk parlamenti párt, úgyhogy ez nem releváns kérdés, de feltételezem, hogy akárki akármit nem dobálhat be, hogy ő most... Tehát ez egy feltételezés csak azért, hogy akkor maradjunk. Hát azért szerintem a világon mindenhol úgy megy, hogy bárki csak úgy önszántából semmilyen megkérdezés, hát, semmilyen előzetes jóval... Akkor ez valószínűleg jó, hogyha a világon mindenhol így megy. Hát persze, én nem a gyakorlatot kritizálom, hanem arra próbálok rávilágítani, hogy most ugyan vannak kritikus hangok a javaslattal kapcsolatban, de ez már egy széleskörű eljáráson keresztül, ez végigment.
a parlament elé került, sőt, mondom, a gazdasági bizottság az országgyűlésben ezt jóvá hagyta a fideszesek hadhatós támogatásával. Tehát Fideszen belül nagyon sokan úgy gondolják, hogy ez egy vállalható javaslat. Herdáljuk el az önkormányzati vagyont. Ugye közelednek a 22-es választások, gyorsan még amit lehet, azt ki kell lapátolni a közösből. Ez az oka. És én egyébként elismerem azoknak a fideszes politikusoknak, polgármestereknek a kiállását, akik ez ellen mertek szólni. Azt se gondoljuk, hogy nincsenek belső fórumok, vagy párton belül ne lehetnek kritizálni folyamatokat. Bizonyára lehet. Azért teszik ezt a nyilvánosság előtt, hogy ezzel is nyomást gyakoroljanak a Fideszre, és mondjuk magukat is fölmentsék, hogy a közvélemény a későbbiekben a történelmi távlatból ne tartsa őket tolvajgazembernek. Úgyhogy egyébként én egy olyan rendszertanilag kétfelé osztanám a fideszes politikusokat. Van, akinek még vannak önálló gondolatai, lelkiismerete, és néha ezt ki is fejezi, és kritikával illeti a pártvezetést. És vannak azok a fideszesek, akikben már se lelkiismeret, se önálló gondolat nincs, kizárólag a diktált párt érdekek szerint működnek és funkcionálnak. Úgyhogy én érdekesen kíváncsian várom, hogy ön melyik táborba sorolja magát, Szabolcs, és mit gondol. Szerinted vállalható ez a javaslat? De először is el kell mondom, hogy elég sok adásom már túl vagyok szerencsére, de egyre többször érzem úgy magam, mint itt a szegedi vasútállomáson a sinkezelő vasúti munkatárs, mert hogyha arról kezdődik a beszélgetés, akkor utána nekem mindig helyre kell raktam a dolgokat. Hát elsősorban egyébként nem tisztségem Ráki Filipet megvédeni, de ez a rágalmazás úgy, hogy produkcer, újságíró, két cég tulajdonosa, egyébként a két cég után az elmúlt két évben több mint 42 millió forint adót fizetett be, akkor tessék kiszámolni, hogy mennyi volt a nyereség. A másik pedig ugye itt Viktornak... Ez nem ő ellenes volt, a lakásvásárlás ellen. Értem. Tehát semmi közel kettőnek egymáshoz, ne haragudj. Az önelmondása szerint Rákai Filip miatt született meg ez a javaslat, vagy a két példát hoztam föl. Ebből az egyik ugye nem állja meg abszolút a helyét, másik pedig nem is emlékszem. A Viktor pedig ugye, ez érdekes, hogy azt mondja egy momentumos politikus, hogy ők nem parlamenti párt, akkor mégis Donát Annáék, ha visz 14 millió forintért, mit csinálnak Brüsszelben? Az az Európai Parlament. Jó, értem a kritikát, csak azért. Nyilván a Magyarország gyűlésre értettem, hogy 2018-ban sajnos nem kerültünk. Értem, csak azért próbáljunk figyelni arra, amit mondunk. Látom, és akkor a témára visszatérve. Ez egyértelmű, hogy még sok minden itt nincs letisztázva és letisztulva, és egyelőre ez még egy betárjesztés. De úgy gondolom, hogy a mindenkori kormány jelen pillanatban megérdemli a türelmet és a bizalmat, hiszen hoztam egy kis összehasonlítást a lakáspolitikát illetően. Na, Gyurcsány lesz benne? Bocsánat, ne ragudj, téd a szó. Nem lesz Gyurcsány, viszont Medgyessy igen. 2002 és 2006 között a fészekrakó program keretében 16 ezer család élt a kedvezményes lakásvásárlással, a csok keretén belül pedig 2016 és 2021 között pedig 155.823 család ért velem. Ezt csak arra próbáltam rávilágítani, hogy melyik oldal hogyan fogja fel, vagy mennyit fektet a lakáspolitikában, és ezek az adatok azt tükrözik, hogy megérdemli egyelőre a kormánypárt a türelmet és a bizalmat, hiszen nem feltétlen biztos, hogy ebben negatív dolgot szeretnének kihozni. A másik pedig, én úgy gondolom, ez szubjektív vélemény, hogy ez az egész felfogás, amit a képviselő adott be a parlamentben, ez egész tavalyi évre nyúlik vissza, hiszen akkor Fügyes Balázsnak volt egy olyan ötlete, hogy a rozsdövezetekben 5%-os áfával próbálják oda csalogatni a befektetőket és az építkezésni vágyókat. Viszont ez tény, hogy ez sokkal kedvezőbb, hát nem sokkal, hanem határozottan kedvezőbb, hiszen 25-30%-os áron tudják megvenni, nyomott áron tudják megvenni a várban, illetve máshol is a lakásokat. Én úgy gondolom, hogy ebben a formában nem biztos, hogy megállja a helyét, de ahogy kezdtem is
egyelőre türelemre és bizalomra intenék mindenkit, hiszen ez még nem... De szerintem 1000 milliárdos vagyonról ne ötleteljünk. Elő kell készíteni, társadalmi vitát kell folytatnunk, leülni az önkormányzatokkal, szóval ezeket is hiányolom. Én bocsánat, az én levezetésem meg arról szólt, hogy már az is bűn, hogy ez így megszületett, és beterjesztésre került ez a javaslat. Tehát, hogy ezt sokan úgy gondolták, hogy ez vállalható, ez rendben van, és még a gazdasági bizottságban, az országgyűlésben is ezt megszavazták, és mehet a plenáris elé. Péter, te hogy látod a javaslatot és a javaslatot? Én nekem van egy statisztikám, tehát először is azért onnan kezdeni, hogy ezeket a házakat államosítás útján szerezte az állam. Tehát egyébként az értékesítéssel önmagában én mondjuk speciál semmilyen módon nem értek egyet. Tehát ha már egyszer az önkormányzat tulajdonában került gazdálkodási szempontból, egyébként ez is egy speciális állami tulajdon a nemzeti vagyonról szóló törvény rendelkezik róla, akkor azt gondolom, hogy gazdálkodjon az önkormányzat, használja föl úgy, hogy egyébként ebből hasznot szerezzen. A 2002-es időszak előtt volt egy összpárti egyezség a Városházán, és szerint a Szeged belvárosát jelentő és azt igazából turisztikai szempontból fontos belvárosát megpróbáltak úgy megvédeni az akkori honatyák, városatyák egész pontosan, bocsánat, hogy a Kiskörúton belül megtiltották az ingatlanoknak az értékesítését. Ezt egyébként pontosan Botka László vezette önkormányzat rúgta föl, és onnantól kezdődött el az a fajta szabad rablás, ami egyébként mai napig zajlik. Tehát a félelmet azt nem nagyon értem, szerintem pont Molnár képviselőtársam tudja a bizottságban, mindig elmondom a véleményet erről, hogy gazdálkodjunk, gazdálkodjunk. Erre én több javaslatot is tettem, de ez nem az én felelősségem, bocsánat. Én nekem még van egy olyan érdekes számítek az ember, hogy 2015 és 2019 között az 5 millió forint feletti ingatlanokra vonatkozóan van egy statisztikám. Elmúlt időszakban 2020-at is belevéve közel 600 és 650 csak az 5 millió forint feletti ingatlanok száma, amit egyébként értékesítettek. Ervel a vagyonnal egyébként az önkormányzat nagyon nem tud elszámolni. Azon kívül nyilván az a tény, hogy most itt ülünk és erről beszélünk, azért az azt jelenti, hogy sok embernek a inger küszöbét elérte ez a történet. Ha kicsit belegondolunk, akkor ugye az elmúlt időszakban volt csok, amivel egyébként az emberek volt ugye áfacsökkentés, amivel az embereknek a lakhatási kérdését próbálta támogatni a kormány. Én azt feltételezem, hogy ez is egy hasonló történet. Gondoljunk arra, hogy hány olyan ingatlanban vannak most Szegeden is ott élő emberek, akik egyébként azért nem költenek az ingatlanjukat, mert nem vehetik meg, vagy nem tudják megvenni, vagy nem akarják megvenni, mert az önkormányzat még nem akarja eladni. De nem költ rá, mert nem az övé. Most van egy viszonylag lepukkant ingatlan vagyon, amit azt mondja, hogy ha ő megveszi, saját tulajdonon lesz, ezeket az ingatlanokat irgalmatlan pénzért lehet majd felújítani. És akkor fog kijönni pontosan a vételár és egyébként a bekerülési összeg, amikor ez megtörténik. Rengeteg tetőfelújítás, födémcsere, Szegedről is tudunk erről beszélni. És akkor még egy érdekes adag, az elmúlt időszakban itt a 2018-at vizsgáltuk végig, az egyébként kedvezménnyel, tehát a szegedi önkormányzat is közel 40-45%-nyi kedvezménnyel értékesíti ezt a vagyont, amit egyébként, ha teljes áron adna el, akkor sokkal több pénze maradna arra, hogy mondjuk akár egy fészekrakó programba belenyúljon, vagy éppen bérlakásokat építsen. De ezek az ingatlanok, amik egyébként értékesítésre kerültek, földhivatali adatokból tudjuk, hogy közel a fele azonnal gazdát cserél. Tehát a kritika mellé először szerintem otthon érdemes kopogni, hogy akkor ezt állítsuk meg. Én benne vagyok, szavazzuk meg, hogy akkor most zárjuk le. Szerintem egy önkormányzat vagyontár nélkül nem működik. Az önkormányzat lakások, kiadható lakások nélkül nem működik. Nem tud időben hozani fiatalokat, nem tud itt tartani fiatalokat. Nem tud havári esetén bármiféle probléma van lakást biztosítani azoknak az embereknek, akik bajba kerülnek. Tehát bizonyosan nem olyan egyszerű, hogy most eladom vagy adom. Ha bővebben fogunk tudni erről, hogy mi volt az indok, és én nem feltételezem, hogy itt 22-es bukásról vizsgálnak itt a vita partnereim, én azt gondolom, hogy egyszerűen ennek valamiféle olyan oka van, amit csak azok fognak megérteni, akik egyébként ilyen lakásban laknak. Tehát egyszerűen azon oknál fogva, hogy másképp nem fog tudni, nem lesz hajlandó beruházni. És ott lesz egy lepukkant, festés nélküli épület egyébként, amit hát senki nem tart igazából sajátjának. Látjuk a városban is. És mi a válasz azokra a kritikákra, ami szerint ez nagyon sok olyan visszaélést eredményezhet, ami
ami egész egyszerűen nem erre lett kitalálva ez a törvény. Tehát oda megy egy szociálisan rászoruló emberhez egy vállalkozó, aki nagyon alacsony áron fogja tőle megvásárolni, és akkor az a szociálisan rászoruló ember hol fog lakni? Most mutattam, vagy most mondtam, itt közel fele ennek az áldozata. Tehát Szegeden már kitalálták ennek a működését. Azon kívül én azt gondolom, hogy egy törvényalkotó nyilván nem azt fogja elősegíteni a lakásmaffia, vagy bárki más ebben, vagy ebből hasznot húzzon. Hát de nagyon hogy, úgy néz ki, hát nincsenek korlátok benne. Nem néz ki úgy, ezt most valaki ezt így gondolja, hát azt föltételezi. De hát egyébként akkor azt mondjuk, hogy akkor itt sem Szegeden sem, sehol sem adjuk el. Akkor küzdünk ezért. És akkor nincs maffia. Nem mondtam. De az ára van problémám. De olyan nincs, hogy mert a törvénnyel van problémám, nincs előkészítés. Az jó. Az oda van dobva az azt a recept. Az csak matematika kérdése. Szerintem meg nem. Akkor adjuk el mindet piaci áron. Hát az önkormányzat miért játssza el a közvagyont akkor? Nem, hát ugye az alapgondolat hát az, hogy... el tudjuk adni, ne haragudj. Az alapgondolat az, hogy aki... Nem magasoláron gyakorlatilag... Közel fél 70-75%-on elkelnek a lakások. Tehát aki már régóta bérel önkormányzati ingatlant, teszem azt 10-12-3 éve, az egy kedvezményesebb áron kapja meg a vételi opcióját. Hát az nyilván, az nem. De hogy ennek az alapgondolata, hogy aki már 10-12 éve fizeti a bérleti díjat, nincs csúszása, stb. Az önkormányzatnak már kifizetett x millió forintot bérleti díjba, akkor ő kedvezményesebben kapjon egy vételi árat. És úgy gondolom, hogy a jelenlegi jogi környezet ez úgymond biztosította, és ami nagyon fontos különbség a módosító javaslat és a régi törvény közt, az az, hogy az önkormányzat saját maga dönthetett arról, hogy az ingatlan állományát hogyan kezeli. Eladás után mennyit vesz, éppen mekkora legyen az önkormányzati ingatlan vagyon, de ez az új törvénymódosítás, ez mint korábban említettem, ezt a jogot elveszi az önkormányzatoktól, és akkor is eladatja velük azt az ingatlant, hogyha éppen az önkormányzat nem akarja. És ez szerintem az egyik legnagyobb hibája ennek a módosító javaslatnak. De jó, emlékszem, 94-ben ezt az alkotmánybíróság ezt elsöpört egy ilyen kezdeményezést. Ennek nem néztem utána, úgyhogy ezt nem tudom meg. Igen, hát abban nem vagyok benne biztos, hogy a mostani alkotmánybíróság ezt ugyanígy tenne. És hogyha... Ha oda kerül. Hogy kellene finom hangolni akkor ezt a javaslatot? Tehát úgy, hogyha tényleg a törvényjavaslat célja az, hogy minél többen jussanak saját tulajdonú lakáshoz, úgyis, hogy az önkormányzat is jól járjon, és úgyis, hogy a... Hát elmondtam, hogy egy ilyen 40-60%-on el tudnám képzelni, és ott 20% játék van azoknak, akik régi bérlők, tisztességgel fizetnek. És akkor az önkormányzat is tiszt pénzhez jutna, amit szociális bérlakásokra tudna fordítani, és fel tudná újítani. Mert azért nagyon nagy a különbség a 15%. Kétség kívül, de még egyszer mondom, azért ebben az esetben gondoljunk azokra. Azért nagy védője volt ennek a dolgoknak. Aki én most is az vagyok, egyébként a saját véleményem az, hogy továbbra is, hogy egyébként én ezt megállítanám, és a gazdálkodást alapira helyezem az egész ingatlan kérdést, de egyébként itt ebben az esetben. És gondoljunk bele abba, hogy akinek nincs lehetősége vásárlásra, mert nincs annyi pénze, az most hozzá tud jutni egy nagyon kedvezményes, és azért vagyok meg őszintén, most tekintsük el a budai vártól, mert ez egy külön történet. Bocsánat, de hozzá, hagyj fejezem a gondolatmenetet. 50 ezer a 100 ezerből budapesti ingatlanról beszélünk. Tehát még egyszer mondom, aki alacsony áron hozzá tud jutni, és egyébként ott lakik szociális lakásba, az most egy nyomott áron hozzájut, saját tulajdonra már tud fölvenni adott esetben hitelt a beiruházáshoz, felújításhoz. Jelenleg egyébként most ilyen jellegű forrás nincs. Nem tudja, egyszerűen a bank nem tudja kezelni a bérleti jogot. Az önkormányzatok nincs pénze arra, hogy például kazán cserén, vagy villanyvezetéket cserén, ezt látjuk a szegedi IKV esetén is egyébként, hogy ez rendre mindig visszautasításra kerül. Tehát azért aggódni, hogy esetleg a kispénzűeket most kijátsszák, az azt gondolom, hogy mindenkinek a saját értelmi képességre van bízva, hogy ezzel tud élni, de valakinek adnak pénzt, akkor az eldönti majd, hogy cigit vesz belőle, vagy esetleg a gyereknek cipőt. Tehát az ne kelljen már mindenkinek a kezét fogni. Tehát én úgy gondolom, hogy azok a hangok, akik azt mondják, hogy ez kifejezetten a kispénzek ellen van, ez szerintem ez butaság, mert pont azok fognak most ahhoz a lehetőséghez hozzájutni, hogy mondjuk egyébként lakáshoz is. Nem a kispénzek ellen, az, hogy 10 évig ne lehessen legalább eladni a lakást. És kizárjuk a lakásmaffiát, ezzel kizártuk. Itt nem az eladás ellen vagyunk. Ezt a módosítóként nem hallottam soha egyébként
tőled, hogy azt mondtad volna a közgyűlésen, hogy 10 év, vagy éppen a bizottságban, hogy 10 évig ne adjuk el az ingatlanokat. Tehát itt jelenleg most erről a törvényről beszélünk. Jelenleg 3 év van Szeged. De nem is 10%-on adjuk el, meg 15%-on. Hát fél áron körülbelül. Hát nem. Annál szerintem sokkal drágább van. Mindegyik értékelve, hogy itt sokkal drágább. Plusz abból van 35, illetve 40% kedvezmény, ugye attól függ, hogy hol van, melyik zónában helyezkedik el. De nem ilyen a nyomottáron. Mondom még egyszer, teljesen mindegy, hogy 10 vagy 15 vagy 20. Egyébként én is az elidegenítéssel mahinálnék, egyébként talán azzal egy kontrollt lehetne ennek szabni. De én az alapkoncepciót is problémásnak érzem. Hasonló akályok merültek föl bennem is, hogyha oda mennek egy szociálisan rászoruló családhoz, hogy tessék, itt van készpénzben 3-4 millió forint, akkor szerencsétlenek nem bírnak ennek nemet mondani, és kijátsszák aluluk az ingatlanukat. És a lakásmaffiának ez hatalmas teret ad. És ez egy létező dolog, tehát a lakásmaffia az létezik, sajnos. Tehát ezt el kell ismerni, hogy ez egy létező jelenség van Magyarországon. És úgy gondolom, hogy egyébként Rákai Filipek, meg Bayer Zsoltok, most ne erre ugorj, mert tudom, hogy erre szoktál mindig reagálni, hogyha valami... Jó, meg azért, igen, tehát, hogy azért budai potentátok, káderek azért bőséggel, előszeretettel szeretnek ilyen nyomott bérleti áron, luxus ingatlanokba élni és tengetni napjaikat, de ez zárójeles megjegyzés. A lényeg az, hogy ez a réteg sokkal könnyebben letesz az asztalra 5 millió forintot egy 50 milliós ingatlanért, vagy 10 millió forintot egy 100 milliós ingatlanért, mint egy szociálisan rászoruló család adott esetben 1 millió forintot, vagy 2 millió forintot. Nincsenek tartalékaik, nincsenek ekkora összegeik a széfbe, a párna alatt, és akkor egyből jön a lakásmafia, meg akkor a hitelkérdés, tud-e rá hitelt fölvenni. De ha nem meg akarják megvenni, akkor nem adják el. Hát de pont ez, de így van, de hogy úgy gondolom, hogy nem hatékony így módon hozzányúlni, és a célját nem éri el most az eredetét. Annak örülök, hogy egyébként amiről beszélünk, akkor én most erre majd mindig tudok most már hivatkozni a bizottságban, majd ezt azért... Hát erről még sokat fogunk beszélgetni. Én azt gondolom, hogy ezt akkor mutassunk példát Szegeden, hogy hogyan lehetne ezt normálisan csinálni. Tehát én az elmúlt időszakban, 2010-ben voltam ugye az IKV-nek az élén, ahhoz képest az albetétek száma közel 30%-kal csökkent. Az összérték, amit a vagyonként kezel az IKV, annak ellenére, hogy egyébként növekedtek az árak, közel egy 10 milliárdos veszteség van egyébként a törzsvagyonban. Tehát igazából egyetlen egy fillért nem költött például a szegedi önkormányzat, hogy ingatlant vegyen abból a pénzből, amit egyébként elköltött a értékesítés útján. Tehát ha legalább egyetlen egy darabot föl tudtak volna mutatni, ami ugyanilyen lakást célja szolgál, vagy amikre javasoltam például. Fölújításokkal nagyon sok pénz elment belőlük. De arra az van... miért? Hát fölújították. Mennyi fészeknek a lakást? Ezt... Mennyi lakást adtunk akkor ki fiatal házasoknak? Mennyi panel lakást lett fölújítva? Tehát akkor majd arról beszélünk, hogy akkor ez nem a... Az nem vagyonfelélés, hogy a panel lakásokat fölújítjuk, ne haragudj. Hát ha eladásból újítjuk föl, és folyamatosan csökken az ingatlan vagyon, akkor az a fölélést jelenti. Előbb-utóbb ki fog. Hát de ez a törvény nem, hogy csökken az ingatlan vagyon, ez kisöpri az önkormányzat. De ha a törvényről beszélünk, kisöpri az önkormányzat hát, alól az ingatlan vagyon. Hát az lenne rá, egyébként akkor nem megszűnik a költség is ebben a kérdésben, de az előbb ugye nem erről beszéltem, de én azt mondom, hogy Szeged megtehette volna, hogy eddig is ebben példát mondta, de nem. Csökkent a vagyon, és folyamatosan a értékesítésből újított föl olyan ingatlant, ami egyébként innentől kezdve még csak időkérdés, és akkor a... Tehát akkor helyesnek tartott, hogy 10%-on adjunk el lakásokat. Én ezt nem hallottam, hogy helyesnek tartom, én azt gondolom, hogy várjuk meg minden részletét a törvénynek, és akkor nézzük meg, hát hogy pontosan mi a célja. Hát elolvastuk, nem? Én elolvastam. Hát de ez nincs benne. Hát ez nincs, ilyen gátok nincsenek benne. Tehát én ezzel azt gondolom, hogy itt a de a szemületet nem visszatérhetünk, hogy nincs előkészítve. Eddig minden egyes szavazat ott volt, csak amit én vezettem bizottság, ahogy az értékesítéssel a nyomott áron egyetlen. Hát mondjuk ez a kettő szerintem köszönő viszonyban nincs. Képviselő úr, egyébként, ha megenged egy kérdést, ön megszavazná ezt a törvénymódosító javaslatot? Ön mit gondol? Hogyan nyomna? Hát a harmadik képviselőnek akkor válaszolnék rá, de így nem tudok. Tehát de hát, hogyha az lenne... Játsszuk el, hogy majd Szegeden beterjesztünk, és akkor ki fog derülni, hogy... Tehát nyilván... Kimondtad, hogy igazából nem értesz vele egyet ilyen formában. Én bevallottam magát, a törvény nem olvastam, egy nem beszéltem az előterjesztővel. Tehát én, amit erről gondolok, azt elmondtam. Én nem mennék bele abba a találgatásba, hogy szavaznék, vagy nem.
homlok egyenest más a véleményem, szerintem az eddig is lejött. Tehát én azt gondolom, hogy gazdálkodni. De ez nem biztos, hogy a gazdálkodás ellen lesz majd hosszú távon, nem tudjuk, nézzük meg. De én azt mondom, hogy igenis egy önkormányzat vagyon nélkül szerintem nem ér semmit. Most egy kicsit az angol nyelvtudásról, mert szegény szerencsétlen Karácsony Gergely, mióta bejelentkezett az előválasztásra, a Fidesz azzal revolverezi, hogy nem tud elég jól angolul, és hogy Szijjártó Péter fordít neki, amikor a kínaiakkal találkozik. Péter, te hogy látod a mindenkori miniszterelnöknek, mennyire fontos az, hogy perfekt angol legyen? Van egy szegedi miniszterelnök jelöltünk, aki ugye múlt időben beszélünk róla, én értem a jelöltségét illetően. Én tudom, amikor elkezdett angolul tanulni. Tehát nyilván ő már akkor rájött, hogy ez fontos. Újhely István, dettó. Gondolom, hogy ha valaki ilyesmire készül, akkor talán illik megszólalni egy világnyelven, csak azért is, hogyha nyilván a protokollon kívüli, vagy a kötelező feladatokon kívüli némi társalgásba szeretne elegyedni valakivel, akkor az illik legalább valamilyen világnyelven beszélni. Én azt gondolom, ez elengedhetetlen. Aki ilyen szerepre készül, az kicsit korábban is gondolkodhatna arról, hogy ez hogyan fog zajlani. Még egyszer már készült, 4 éve. Akkor azért szerint volt 4 év, hogy fölkészül, nem jött össze. Mindemellett egyébként ugye a támadást, amit az ellenzék mondott ebben, hogy Szijjártót és Orbánt is hivatalos tolmács kíséri, azért nem menjünk el amellett, hogy Orbán Viktor angol szakon végzett. Aztán azon se lépjünk túl, hogy... Hát soros ösztöndíjat tanult Londonban. Van egy nagyon, nagyon komoly protokoll előírás egyébként az ilyen államközi megegyezések kapcsán, pontosan azért, hogy ne lehessen félreérteni. És akkor innentől kezdve szerintem megvan a válasz arra, hogy mi lenne a feladat a Karácsony Gergelynek. Most vagy egy kicsit akkor jegeli Budapestet, és akkor neki áll tanulni, vagy megvárjuk, még meg lesz neki a hozzávaló papírja, és akkor majd. Szabolcs? Hát én az a szerencs, hogy a Facebook most már elérhető magyar nyelven, és megképzeljétek el, hogyha angol nyelven lenne, akkor a főpolgármester hogyan boldogulna, és hogyan vezetni Budapestet az online közösségi oldalon. Szerintem erre az egészre kár időt pazarolni, mert ez egyértelmű, hogy manapság most már nem egy miniszterelnöknek, hanem egy parlamenti képviselőnek, vagy aki a politikával szeretne foglalkozni, de akár nagyvállalatban dolgozni, multinál szeretne dolgozni, azért ott is illik azért egy alapnyelvtudás. Nem feltétlenül muszáj angol, de legalább egy európai vagy egy idegen nyelvet hagy beszéljen már társalgási szinten bár. Viktor? Na hát akkor jó, igen, jó ezen érzelődni, de nem arról van szó, hogy Karácsony Gergő nem tud angolul, hanem a beszélt angolja az beporosodott állítása szerint, mert nem kellett azt használnia, és ez nem annyira jó most jelenleg. Ezen lehet vitatkozni, hogy ez kizáró oke miniszterelnöki tisztség esetén, avagy sem. Én személy szerint jobban preferálnék egy ilyen nyugatias világlátott és nyelveket magabiztosan beszélő jelöltet miniszterelnöki székbe, de nem gondolom azt, hogy kizáró tényező lenne az, hogyha valakinek a beszélt angolja az nem annyira felsőfokú mondjuk. Elhangzott az, hogy nemzetközi szintéren azért mindenki visz magával tolmácsot, tehát hogy ez mindenki így csinálja pontosan azért, hogy félreértések egyáltalán ne keresztezzék a tárgyalásokat. Nyilván azért szerencsés, hogyha valaki tényleg tudott egyébként informális keretek között is kommunikálni, de én úgy gondolom, hogy ez egy ilyen nagyfokú elitizmus azért, hogy kizárjuk mindazokat, akik mondjuk nem tudnak, vagy nem volt lehetőségük megtanulni angolul, abból, hogy ilyen magasabb köztisztséget vállaljanak. Én úgy gondolom, hogy esetleg egy ápolónő is, vagy egy mentőtiszt, vagy nem tudom, egy munkás ember is, igen, vállalhat ilyen tisztséget. Nem kell lenézni. Tisztességes művész is egyébként hiába táncolt sokat, mondjuk egy balettot, vagy bármit, hogyha régen nem táncolt és újra kéne, akkor biztos, hogy nem megy ki a színpadra próba nélkül. Az egyik egyébként a Karácsony Gergőt megszoktuk már, tehát kerékpározni szokott, ugye, mert jogosítványa nincs. Tehát nem, de most már kiderült, hogy az angol se annyira tökéletes, majd kiderül a magyar nyelvből is esetleg lesz problémája. Nem tudom, tehát még várok azért, tehát most van időnk 22-ig, én bízom benne, hogy felerősödik majd legalább, hogy méltó kívülje legyen Orbán Viktornak. Meglátjuk. Én úgy látom, hogy a szakterületében egyébként megállja a helyét. Tehát mondjuk a szociológia, a várospolitika. Tehát a várospolitikában én nem mennék bele már, csak a közlekedés okán sem egyébként. Tehát fel kell menni Budapestre határidőre, időpontra, és akkor megnézzük, hogy a kérdőn hogyan lehet végigjutni.
De hát nyilván egyébként... Nyilván ennek jogosítvány az nem fog tudni a várospolitikai kérdésben, főleg a közlekedés a legnagyobb probléma Budapest egyébként. És abban de nem biztos, hogy autókra kell szabni a 21. Hát, század városát egyébként. A fordító program. Láttam reklámot, ilyen belebeszélnek, és akkor átfordítja. Tehát kétségkívül nem muszáj. Szerintem vannak olyan elvárások egyébként egy ilyen kaliberű politikus, aki ilyen szerepre készül, ami nem megugorható. Zoltán, rögtnyelven beszél, jobb jelölt. Természetesen, nyilván ez a véleményem. Nyilván nem kizáró, majd a választók eldöntik. Nyilván előjön. A nemzetközi tárgyalásoknál legalább egy angol nyelv, mert itt tudjuk, nem a plenáris ülésen, nem kétoldalú tárgyalásoknál dőlnek el a dolgok, hanem esetleg kint a folyosón, ahol nagy előtt jelent, hogyha esetleg társaságban tudnak beszélgetni, sokkal közelebb lehet kerülni egymáshoz. Ez biztos, hogy így van. Na de van nekünk egy nagyszerű jelöltünk, aki négy nyelven beszél tárgyalási szinten. De majd a választók eldöntik, természetesen. Tehát azért akkor, én megnéznék egy áldányi iskolát. Akkor most melyik nyelvtudású miniszternök jelöltet támogatnál? Hát nyilván ki a saját. Oroszul tudni. Hát, majd a választók eldöntik. Magyarul. Remélem azért lesz. Hát remélem magyarok választanak. Lehet, hogy ukránok is fognak. Ezen a választáson megnéznék egy áldányi iskolát. Ukrán nem választhat, csak magyar. Aki életvitelszerűen itt él, szerintem azok válasszanak Magyarországon. Kövér László az ország. Bocsánat, csak a külhomban élő magyarok, ők nem magyarok. De, hogy ne volnának magyarok? Ezt visszautasítom, én ilyet nem mondtam. Az Angliában dolgozó, vagy Máltán dolgozó magyarok sem élnek életvitelszerűen, mégis állampolgárok is szavazhatnak. Tehát egy nagyon messzire... De itt állandó lakhelyék van, akkor igen. És hogy aki tehát az én dolgomban ne szóljon bele az, aki nem itt él. Hol becsülöm őket, tisztelem őket, és támogatni kell akkor őket. Én csak a szavazati jogról beszéltem. Én kéne adni majd, hogy akkor az Európai Unió ugyanezt a mértékű beleszólást egy picit vegye vissza egyébként, mert nem itt élnek. Ugye az Európai Unió politikusai, akik senki meg nem választott. Tehát akkor de nem is választanak itt. De nincs is választójuk Magyarországon. Tehát azért, de nézzük meg egy horvát választóvárási rendszert, nézzük meg egy svédet, egy németet, mindenki szavazhat, aki német állampolgár. Nem néztem utána, ebben nem vagyok olyan biztos, tehát, ha nem él ott életvitelszerűen, és nem ott fizeti az adót. Próbálja, ezzel olyan nagy baj nincs. Én szerintem, ha jó politikát mond valaki politikus, akkor azt meg fogja választani, függetlenül, hogy határon itt él vagy ott él. Ha magyar ember, akkor választ. Magyar állampolgár, akkor választhat. Sőt, erre mondok egy példát Németországban, hogyha már volt szó. Németországban, aki nem német állampolgár, de 5 évig állandó lakhelye és állandó munka, bejelentett munkával rendelkezik, és utána elköltözik Németországba, utána élete végig jogosult arra, hogy levélbe szavazzon. Annak ellenére, hogy nem német állampolgár. Nem tudom, hogy így van-e. Ez tessék utána nézni. Gyorsan még meg kell jegyeznem, hogy a Momentum tervei szerint listán bejuttat egy székely tagunkat és egy Angliában dolgozó magyar tagunkat, és mert mi úgy gondoljuk, hogy képviselethez kell juttatni. Nem románta, hogy eredetileg kampányolt fel. Pont erre próbáltam célozni, hogy ez a románozás, meg ilyen jellegű karaktergyilkolás, ez egyáltalán nem állja meg a helyét, mert pontosan közvetlen képviselethez akarjuk juttatni a határon túli magyarokat, illetve a külföldre. Akkor a székely kezelézést, akkor ezt szerint aláírtál. Alá, sőt, én gyűjtöttem is aláírásokat a Momentum nevében is, Kisteleken például Vásárok. Igen, ez nem lehet, hogy nem lehet politika, tehát a határon túli magyarságot. Ebben is egyetértünk, tehát hogy így van. Nincs vitai, úgy gondolom. Akkor most Kövér László gondolataival foglalkozunk nagyon röviden. Ő az Európai Unió parlamenti elnökeinek konferenciáján beszélt arról, hogy szerinte túlzottan polarizált a politikai közbeszéd a világon és nyilván Magyarországon is, és hogy elvesztettük az egymásba vetett bizalmat. Ti hogy látjátok, mi lehet ennek az oka, és hogyan lehetne ezen segíteni? Viktor? Például az ilyen jellegű vitákkal, hogy itt is leülünk egy asztalhoz, és azért kulturáltan egymást tisztelve, egymás véleményét tiszteletben tartva, mindkét oldal érveket ütköztet. Ez a jellegű politizálás kiveszni látszik egyébként a hazai közéletből már hosszú évek óta, és nem gondolom, hogy elsősorban az ellenzék lenne ezért a felelős. Tehát amikor mondjuk egy választás előtt mind az egyéni képviselők, mind a miniszterelnök jelöltek könyörögnek azért, hogy legyen választási vita, álljunk szóba egymással, ütköztessük az érveinket, és erre az előző választás során sem került sor,
Talán esetleg Gulyás Gergely ült le vitázni egyszer, de erre se vennék mérget, hogy az pont választási vita volt. De hogy ez mindig lesöprik az asztalról, törvényjavaslatok, bármilyen kezdeményezés, ami az ellenzék részéről jön, azt is lesöprik az asztalról. Hát nézzük meg, hogy hányat fogadtak el, ami ellenzéki kezdeményezés volt az országgyűlésben, gyakorlatilag konvergál a nullához. Gondolom, hogyha mondjuk Kövér Lászlónak ebéli aggodalmai vannak, és zárójelben megjegyzem, kissé álságosan aggódik azért, hogy mennyire polarizált a hazai közélet, akkor mondjuk alakítson a saját működésén és hozzáállásán, ahogy a országgyűlés elnökeként funkcionál, mert azt Kövér Lászlónál nem lehet mondani, hogy megteremteni ott a országgyűlés egységét pártatlanul, objektív módon, mindenkit tiszteletbe tartva vezetni ott adott esetben az üléseket. Kövér László pontosan az egyik előidézője és gerjesztője a mi polarizációnknak és a kettészakadt társadalmunknak. Számtalanszor fogalmazott dehumanizáló módon az ellenzékiekről, vagy nem tartott minket magyarnak, hazaárulónak tartott bennünket, stb. Ez mind az ellenzéki politikusokat és a minket támogató milliókat sérti. Tehát amikor egy ellenzéki politikusra azt mondják, hogy hazaáruló, nem magyar, patkány, akármilyenek hangzottak azért el, ott az minősíti a választóikat is, akik ezzel egyetértenek. Hogyha ezt megpróbáljuk meghaladni, akkor én azt javaslom, hogy hasonló légkört teremtsünk. Akkor a legutóbbi jobbikos felszólalás kapcsán, akkor azt mondjuk, hogy az összes jobbikos szimpatizáns minősíti a ővezetőjük. Ezzel nem értek egyet. De hogy jutottunk ide? Nem tudom. Kövér László szerintem nagyon régóta egy olyan mérsékelt vonalat próbálna meghonosítani a parlamentben egyébként, amit most úgy látom, hogy az ellenzék azért akar kihasználni, hogy tudja mutatni, hogy őt már megint lekapcsolták a mikrofonját. Szóval megnézi valaki a Teleki Pál idejéből, de a Kossuthot is, bárkit a régi parlamentből egy néhány szőszenetet kiszed, akkor egy nagyon komoly viták és nagyon hangos, nagyon parázs beszélgetések zajlottak akkor is. Nyilván ez egy ilyen hely. Szerintem a magyar parlament még mindig azért relatíve normális mederben folytatja a munkát. Pontosan egyébként Kövér László házelnöknek volt a javaslata, hogy vezessenek be valamiféle etikai normát. Ez soha nem tetszett az ellenzéknek. Nem tiltja meg, hogy véleményt formáljanak, jelentse be, legyen olyan az a transzparens, vagy a beszéd, ami nem sérti a másikat emberi mi voltában. És én azt gondolom, hogy nem a választóknak kell bűnhődni, hanem annak az embernek, aki egyébként így beszél. Ez a legjobb példa volt a legutóbbi jobbikos felszólalás. Szabolcs? Bocsánat. Hát igazság szerint ebben a szituációban egyébként Jakab Pétert is megértem, illetve a Kövér Lászlót is, hiszen Jakab Péternek ez az egyetlen értéke, vagy ezzel tudja magát eladni, ő a laza, bőrkabátos fazon, aki bemegy a parlamentbe és zsák krumplit meg egy száraz tésztát bevisz, hogy ő ezt nem csinálhatná, akkor ő máshogy nem tudna magát eladni. Ez az egyetlen előnye vagy erénye. Miközben abban egyetértek, hogy Kövér László a lehetőségek szerint legkomolyabban veszi ezt a munkakört, amit ő ilyen pillanatban is betölt, hiszen próbál a tiszteletre, hagyományokra, az etiketre odafigyelni, és ez a kettő nem fér össze. De ugye beszéljünk a tényleges témáról. Olyan szinten egyetértek házelnök úrra, hogy kicsit elcsúsztak a dolgok, és még gyorsan csak reagálva Viktornak a szavaira, hogy mi hangzottak el, ezekben nem vagyok biztos, hogy elhangzottak, és nem is szeretném ezt legitimálni, de hogy az mivel jobb, mikor a Fekete Győr András egy sikeres ellenzéki választás, vagy győzelem után kínzópadba húzatná a jelenlegi kormánytagokat, hogy az mivel más... Volt. Igen, erről vitáztunk is egy múltkori adásban, de... Sőt, tehát a lámpavasakra való utalás sem volt utolsó. Van, szóval az sem kibúvó ez alól, de hogy visszatérve tényleg a realitással mezeire, én úgy gondolom, hogy elsősorban mindenki emberi mi voltjából kell, hogy tekintsen a másikra, és hogyha mondjuk megnézzük egymás szemigazolványát, akkor nem írja ott, hogy a demokratikus koalíció vagy Momentum, hanem a te neved is a te neved szerepel rajta. És szerintem fontos az, hogy elsősorban emberként tudjunk egymással tekinteni, és csak azután szabad foglalkozni politikával. Szerintem erre mindenkinek törekedni kell, és nem szabad hagyni azt, hogy ez az egész felülmúljon bennünket. Zoltán? Teljes mértékben egyetértek ezzel.
Én azt szeretném látni, hogyha a házelnök úr betartana ezt, amit itt leírt, amit nyilatkozott, így kellene viselkedni a parlamentben, és erre biztassa a fideszes képviselő társait, jelenjenek meg a bizottsági üléseken, jelenjenek meg azokon a bizottsági üléseken, amit az ellenzék hív össze, és mégiscsak a szavazók 50%-a az ellenzékre szavazott. Akkor ugye Szegeden is, amikor én összehívtam 4-5-ször, akkor összesen 2 ember jelent meg, a jegyző és a Nagy Sándor alpolgármester úr. Tehát ezek mind olyan dolgok, hogy akkor itt is gyakoroljuk ezeket. Tehát pontosan Botka László volt az, aki nekem egyszer 2010-ben kicsit ilyen remekő kézzel mondta, hogy valami köműves, beszéljék meg a gazdáikkal, tehát körülbelül így szólt hozzám. Van róla filmfelvétel ugye a közgyűlésben. Tehát nagyon régi keletű ez a fajta finom kis és játék a szavakkal. Tehát én úgy gondolom, hogy nagyon régóta zajlik. Ez most olyan szintre durvult, amit bizonyosan vissza kéne venni. Ez biztos így van. Ki kezdte, ki folytatta, ezt most szerintem kár lefolytatni ezt a vitát. Mindenkire vonatkozóan én is így gondolom, hogy sokkal többre mennénk. Tehát beszéltünk mi azért a zömében, például a bizottságban csak, hogy helyi dolgokról beszéljünk, zömében a jelenlegi polgármesternek a többsége. Őt támogató többség van értelemszerűen. De azért viszonylag kulturáltan tudunk vitázni, kulturáltan szoktunk megbeszélni mindent. Én azt gondolom, nem is volt soha, talán Szabó Bálintot leszámítva, de nem volt soha olyan, amikor kivetkezett volna magából valaki, és úgy beszélt volna. Ez egy jó dolog, igen, hogy itt tudjuk Szegeden tartani. Köszönünk egymásnak az utcán, megállunk egy-két szóra beszélni. Ez biztos így normális. Én azt gondolom, hogy Kövér Lászlónak most a szándékára kellene összpontosítanunk, amit ő ebbe szeretne elérni. Hogy végre Európában kicsit visszatérjünk az alapokhoz. Úgy a beszédbe, viselkedésbe, a kultúra ápolásába, ami egyébként ebbe a földrészbe egyébként beleivódott, és ez mindig jellemezte. De mégis a kétharmadat kellene először is példát mutatni. Mindig a többségnek kell példát mutatni, mert őnáluk van mégiscsak a hatalom a döntés. Tehát én ezt gondolom erről. Én úgy gondolom, hogy Kövér László nem alkalmas arra, hogy ennek az ügynek a zászlóvivője legyen, mert tényleg, ahogy korábban is említettem, ő ennek a szöges ellentétét teszi, amikor elmegy a Bájár Show-ba mondjuk beszélgetni egyet. Vagy ott van a show. Igen, de hogyha valaki azt szeretné elérni, hogy javuljon a közbeszéd és tiszteljük jobban egymást, akkor nem hozzáárulózza. Egy közmiotóságnak a... Igen, na, erre is egyébként ki akarok térni, hogy ott is az a baj, hogy nem ez az alapelv mozgatja, hanem a kettős mérce, és az ellenzékre próbálja ráhúzni a vizes lepedőt, és amikor mondjuk fideszes felszólalások arról szólnak, hogy a jobbikosok nácik, meg hazaárulók, meg maguknak ki a gazdája, így úgy amúgy, akkor az rendben van, azt mondhatják, de amikor Jakab Péter annyit mond, hogy ficsúrok, akkor elveszik a szót, és megbüntetik x millió forintra. Én személy szerint egyiket sem pártolom. Jelmeztették. Ugye Jakab Péter erre rögtön mindjárt erőt vett magán, még egyszer kimondta, hogy ficsúr, sőt leficsúrozta az országgyűlés elnökét. Szerintem önmagában lenéz a saját országát, meg azokat a választókat, akik egyébként arra számít, hogy majd most 22-ben rá fognak szavazni. Hát ugye, ha kétharmadról beszélünk, akkor tegye meg azt, hogy legalább akkor nem ficsúrozza azokat az embereket. Ugye az előbb azt mondtad, hogy azokat is minősíti, akik ugye megszavazták, akkor én úgy gondolom, hogy nem kell minősíteni azokat az embereket, akik ott ülnek és képviselnek választókat. Tehát... Vice versa. Én ebben egyet tudok érteni, de akkor nem minősítsenek bennünket hazaárulónak, meg akármilyen dehumanizált jelzőben ne illessenek. Viszont az is kicsit nézik a választópolgárokat, akik 1000 milliárdos vagyonról úgy döntenek, hogy nem indítanak társadalmi vitát, nem kérdezik meg az emberek véleményét, csak egyszerűen éjszaka bedobnak valamit az asztalra. De mondom, oda-vissza. Tehát... 500 milliárdot irányított el Gyurcsány Ferenc, amit akkor azt mondták, hogy ez a magány UDP-sztár történet. Ezért elfelejtették azért rendesen még kimagyarázni annak idején egyébként. Hú, se elmecibe belemenjünk most. Nem. Gyurcsányról beszélünk, aki ugye azt mondta... Se elmecibe belemenjünk most, hogy hova lett a vagyok. Azt mondja, hogy kirakunk, az akkor már 12%-os hiánya küzdő költségvetésből. Ezt a pénzt kirakta egy magánbiztosító vonalba. Történetesen ez a magánbiztosító vonal holland egyébként, meg német nagy cégeknek a leányvállalatai voltak. De ezt a 12%-os hiányt, ezt finanszírozni kell valahonnan, hiszen vákum nincs a rendszerbe. Elszaladtak rögtön mindjárt a piac, pénzpiacra. Melyik összeg volt a legolcsóbb? Ezeknek a nyugdíjalapoknak a pénze, amiben a magyar emberek pénze volt berakva, és mi fölvehettük kamatra a saját pénzünket. Hát erre mondta egyébként Orbán Viktor, hogy köszönjük szépen, ezt akkor inkább szeretnénk visszaadni. Az állam kis. Tehát az emberektől visszavette a pénzt. Nem az emberektől. Amit megígért, hogy magánszámlán lesz kezelve. Beszéd, semmiféle vita nem volt. Képviselőtársam, azt ígérte Selmeci, hogy magánszámlán lesz kezelve. Hol van ez a vagyon? A magánbiztosítás, hol van? A magánbiztosítók vagyona az örökölhető. Az ott van. Az ott van.
Szerintem ez a témát ne nyissuk meg. Hát csak az, hogy 1000 milliárdos vagyon, amit nem tudunk, hogy mennyi még, de ezt már konkrétan tudjuk, hogy 500 milliárd volt, amit akkor egy tolvanással kiadta külföldre, majd kamatért visszavettük. Ez ilyen egyszerű. Szabolcs, neked lehet volna még itt hozzászólásban. Igen, visszatérünk a Péterre is, hogy... De én azt el tudom egyébként képzelni, hogy ezeket a dolgokat direkt ülteti bele az ő viselkedésébe, hiszen a múltkori, legutóbbi őszi ülésszakban, ugye amikor akkor is meg lett büntetve, akkor is figyelmeztetés után nem tudta moderálni viselkedését, illetve mondandóját, és 4,6 millió forinttal megbüntett el Kövér László házelnök úr, majd egyből ülés után ugye elhagyta az üléstermet, elsírta magát Facebookon, és kevesebb mint 24 órán belül a támogatói, szavazói összedobták neki ezt a pénzt. Szóval ebből abból a történetből is ő haszonnal lépett ki. Ezért én teljes mértékben el tudom képzelni azt, hogy 2000... Nem tudjuk, hogy adózott-e után egyébként, és a bevétel után, de... Nem vagyok híve a szerencsejátéknak, illetve a fogadásnak, de hogyha az lennék, akkor komolyabb összegbe tennék arra, hogy 2020-ig még egy-két ilyen eset lesz. Kapcsolatban. Ezt meglátjuk, szerintem sokaknak tetszeni nekem ezek az esetek. Azért remélem kicsit sikerült tenni így a polarizáció ellen a mai adásban. Nagyon szépen köszönöm Zoltánnak, Viktornak, Szabolcsnak és Péternek az ELTE részvételt. A nézőknek köszönjük szépen a figyelmet, sziasztok!